Tehát rendterek vagyunk, igen. Igaz, igen. Na de hogy mi a fasz közön van nekem a drámájához? Hát mondjuk lényegében a nézettségszerzés. Átettem a monitorodat. Én mindig úgy gondoltam, hogy általában azok az emberek bántanak másokat, akik... Tudjátok, akiket vagy bántottak, vagy ők nincsenek rendben. Úristen, hatalmába kerített valami nosztalgikus érzés. Mikor éreztem ilyet legutoljára? De most legalább a komment szekcióban is megkapja a megerősítést, a több ilyen kis kiherjelt fasszal kiélheti magát az interneten, akiket ugyanúgy megvertek az iskolában. Valaki elkezd ilyen ideológiai társadalommérnökösködésbe, amikor meg akarja mondani, hogy úristen, most már mit kell csinálni, vagy mit nem kell csinálni, vagy hogy milyen a világ, amiben amúgy még ő sem járt valószínűleg. Kibaszott idióták! Gondolkozunk rajta, hogy a Time Out Podcastben elhívjunk olyan embereket, akik ezzel foglalkoznak, tehát hogy rendeket készítenek, velük beszélgetni arról, hogy ők hogy látják ezt a dolgot. The Raven Croke-szal esetleg egy podcast lesz -e végre? Hát nem hiszem, hogy lesz podcast, semmi értelme nincs ezzel foglalkozni. Íme a propagandagyár működése. Ha valami nem illik a hazugság narratívába, azt meg kell hamisítani és le kell tagadni. Mondjanak véleményt, meg nézzék meg, hogy működik. Az emberek kíváncsiak a véleményükre, mert ők a legnagyobb influencerek. És miért hívjuk őket influencereknek? Azért, mert az embereket tudják influencelni, tehát befolyásolni a véleményükkel, meg azzal, amit csinálnak. Befolyásolják több ezer ember életét, több tízezer, több százezer ember életét. There's more than one way to pluck a chicken. Psychology. Quote, to influence the masses, aim first at the least intelligent. Unquote. Igen.